Az első szett viszonylag jól indult, elég magabiztosan játszottál az ukrán Mirosnyicsenko ellen, és aztán valami történt, lehet tudni, hogy mi? Fejben kicsit elborult az agyam, és így 3-0 után visszajött a gyerek, én is ideges lettem, és így elbuktam a szettet. És aztán hogy tudtál mégis annyira megnyugodni, hogy a harmadikat, ha nem is nagyon magabiztosan, de épp annyira, amennyire kellett hozni tudtad? Hát kicsit húztam az időt, kimentem WC-re, és közben megpróbáltam összeszedni magamat a döntő szettre, és végül megnyertem. Ez év jól alakul neked, hiszen néhány héttel ezelőtt megnyerted a Talentum kupát Óbudán. Az mennyi önbizalmat tudott adni a következő versenyekre? Nagyon sok önbizalmat adott. Én igazából nem gondoltam, hogy meg fogom nyerni, de aztán mégis sikerült, ott is nagyon jó játékosokat vertem meg. Hogy állsz most a 14-16 évesek ranglistája? Hát a 16 éves európai ranglistán most 100. hely körül vagyok, 18 éveseknél pedig még nincs ranglistám, ez az első versenyem. Ez a verseny is jól indult, hiszen itt ugye 18 év alatti játékosok játszanak, és nálad nagyobbat, No Man Est Omen, ugye nagyot tudtad legyőzni, az mennyire volt nehéz mérkőzés? Ő a világranglistán a 300. helyen szerepel, ezért elég nehéz volt legyőzni, fizikálisan is jobb volt, szerintem nagyobb volt, nagyobbakat ütött, de végül sikerült. Még párosban is érdekelt vagy, ki a párod és mit várhatunk tőletek? Tóth Csongor a párom, és én győzelemre számítok, ugyanis tegnap megvertük az első kiemelt chilei párost is. Németországban élsz, és ott egy akadémián készülsz. Hogy kerültél oda, milyen körülmények között? Egy nyíregyházi amatőr teniszező segítségével kerültem ki, ott megnéztek és felvettek, és azóta kint edzek. Milyen ott az élet? Hogy zajlik egy nap? Úgy néz ki, hogy reggel felkülünk 8-kor, aztán reggeli 9-től délig edzés, 2 óra pihenő, és aztán megint olyan 5 óráig edzés. Hogy állsz a nyelvvel? Még tanulom. Még nem megy túl jól, de remélem, hogy jobb lesz. És itt ezen a kupán meddig lehet eljutni, ugye? Van már egy kupa győzelmed idénről? Szeretnék minden esetre bemenni a legjobb 4 közé, de akár döntőt is játszani. Egy 6-4 arányban intézted el ezt a német lányt. Ez volt az első találkozásotok, vagy van már közös emléketek? Ez volt az első találkozásom. Mennyire volt nehéz a meccs? Pontosabban mikortól érezted, hogy ezzel nem lesz probléma? Az első szett az nagyon könnyen ment, nagyon éreztem a pályát. Második szettben már így a körülmények nehezebbek voltak, elkezdett fújni a szél, és jobban is játszott a lány, kicsit stabilabban teniszezett, és ott már kicsit nehezebb volt, de aztán sikerült megoldani. És mit figyeltél meg, hogy hova érdemes neki ütni? Hát egykezes vonákot ütött, és inkább azt próbáltam oda fölpörgetni a labdát, mert onnan nagyon nehéz teniszezni. Most már a 8 között vagy, ott milyen ellenfél vár rád? Egy szlovák lányjal játszom, még nem játszottam vele eddig. Remélem, hogy sikerül majd legyőznöm. Tulajdonképpen az év felénél, de tenisz szempontból, a szabadtéri szezon szempontjából még az elején vagyunk. Mi várható még, hol indulsz még az idén? Talán Milánóban lesz egy ETA, egy 16 éven alul ETA. A többit még nem tudom, ez még megbeszélés alatt van. Mennyire szoktad már meg ezt a fajta életet, hogy repülő, szálloda, teniszpálya, étterem, megint szálloda, megint egy kis edzés, hogy tud ráállni az ember erre a kicsit fura teniszezős életmódra? Hát igen, elég nehéz ez az életmód, de hát már 2-3 éve ezt csináljuk, már azért hozzászokott az ember. Mire marad még idő emellett? Mert úgy nehezen tudja elképzelni az ember, hogy a sok utazás és verseny között mondjuk akár egy színházba eljutni, akár mondjuk egy könyvet elolvasni, bár azt talán a repülőn lehet, de hogy mire marad még egyáltalán idő? Hát szoktunk itthon járni színházba, moziba, ide-oda, azért jut időre, persze szakítunk rá időt, kell a szórakozás is. Mikor várhatunk WTA-s ranglistás helyett tőled? 2-3 éven belül. Ez az ITF junior sorozat egyik állomása itt az Európa Tennis Centerben. Angolok, chileiek, lengyelek, szlovákok, Csonkának ukrán, Szávainak német ellenfele volt. Mennyire nehéz vagy mennyire könnyű tető alá hozni egy ilyen versenyt, gondolok itt elsősorban a gazdasági helyzetre? Hát igen, 17 nemzet játékosai vesznek részt a versenyemen.
nem könnyű, mint ahogy semmi se könnyű manapság, azt hiszem nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Szinte eltűntek a szponzorok egy ilyen rendezvényre, abszolút érdektelenek sajnálatosan, mert nagyon csekély ellenszolgáltatást tudunk nyújtani. Itt ugye 18 év alatti teniszezők versenyeznek, hogyha a magyarokra fókuszálunk, akkor van-e az indulók között olyan, akire különösen érdemes odafigyelni, mert benne van a jövő ígérete? Természetesen itt a legjobb juniorok ezen a világranglistás versenyen már nem indulnak. Gondolok itt elsősorban a Babos Timire, Mikor Zsófiára, ők már egy sokkal magasabb szinten, most ugye a Roland Garros küzdelmei kezdődnek el, ők ott vannak. De a második vonal, és ezek a gyerekek már nem is 18 évesek, hanem jóval fiatalabbak, mert ugye ez a körverseny 18 éves korig megy. Itt gondolhatok a fiúknál, a Tocsongorra, a Csonka Gabira, de a lányoknál úgy szintén a Szávai Ági Hugárra, a Blankára, Müller Rékára, tehát nagyon sok olyan tehetséges játékos van, akik a képességeik alapján oda kerülhetnek, ahova annó Dacum, egy Mandula Petra, Kuti Kis Rita, nem merek mondani olyasmit, mint ahogy Szávai Ági, mert az egy kivételes helyzet, de a lányok főleg feltétlenül a képességek alapján top 50 alá is oda kerülhetnek. Klasszikus értelembe vett játékos felfuttatás már úgy mondhatom, hogy leszűkült vagy szülői finanszírozásra, vagy egy menedzser felfuttatására. Ugye köztudott, hogy a Szávai Áginak van magyar menedzsere, Szlavikovics Szabinának is van. Nem csak a képességekkel múlik, hogy valaki oda juthat-e, hanem sajnos az anyagiakon. Ez egy komoly rosta lehet, mert nem látom azt az időpontot a közeljövőben, amikor ez Magyarországon meg tudna változni. Te ugye a teniszszövetségben elnökségi tag vagy, és a tenisz benne van abban a 21 sportágban, amelyet a Heraklész bajnokprogram fémjelez. Segít-e valamit, hogy ez a sportág is bekerült ebbe a 21-be? Nagyon szerényen fogalmaztam. Nem, hogy segít-e valamit, hanem azt hiszem az állami segítség, a különböző programok, Heraklész csillagprogram, patronos program nélkül egyszerűen nem tudna létezni. A teniszszövetség egyszerűen működésképtelen lenne, mert amennyi a költségvetése egy évben a magyar tenisznek, az csak a elnök, elnökségi tagok ismerettsége kapcsolatrendszerén keresztül nem lehetne behozni. Azt veszem észre, hogy viszonylag kevés néző van ezeken az utánpótlás teniszversenyeken, ők általában szülők. Viszont tisztelet a kivételnek, elég sokszor jobban tudnak mindent a szülők kintről, mint tud belülről egy versenyző vagy az edző. Hogyan tudtok ti edzők együttműködni a szülőkkel, és ez mennyire jár súrlódásokkal, és azokat hogy lehet elsimítani? Sajnálatosan nagyon-nagyon csekély az érdeklődés, nem csak ezen a szinten a tenisz iránt. Hogyha a Szávai Ági nem játszik, lássuk a tavaly évet, sajnálatosan ugye első forduló kikapott, onnantól kezdve szegény Márkiernőnek alig volt jegyeladása. Megnézhetjük a Davis kupát februárban a bolgárok ellen, 3 nap alatt 400 fizető vendég volt. Tehát itt nem csak erről van szó, de más nemzetközi profi tornákon is első napokban meg kell nézni a lelátókat Konganak. Tényleg csak a mai világban azt hiszem a sztárokra kíváncsiak elsősorban a nézők. Itt meg még csak sztárok valamikor lesznek, de azokat még nem lehet felismerni. Abszolút megváltozott minden tekintetben a világ, az edzői szuverenitás, hogy mennyire szólnak bele a munkájába, már nagyon sok mindentől függ, mert megélhetési edzők vannak többségben, akik nem engedhetik meg maguknak azt a szakmai következetességet, amit kéne folytatni az eredényes munka érdekében, és nagyon sokszor a szponzornak, zömmel szülőnek az akarata kell, hogy érvényesüljön, de nagyon kevés kivételtől eltekintve tudom azt mondani, hogy ebből valami jósul ki, hogyha nem hagyják az edzőt dolgozni. Aztán vannak olyan esetek a világban, teljesen mindegy, hogy Mary Pierce-ről, Jennifer Capriati-ról beszélünk, vagy a három Maleva lány, vagy Hingis-ről, mindenhol ott volt egy szülő háttérben, de ez egy más szülőjátékos reláció, mert ott saját maga a szülő csinálta majdnem, hogy meg a gyerekét.